Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 24-én. Ez annyit jelent, hogy a mi naprendszerünk mozog és tekint a Plejádok felé. A központi nap a Plejádoknál Alkioné. Lefordítva annyit jelent egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Mi összehasonlíthatjuk Alkionét a meséből ismert Holle anyóval. Mesebelien így tudnám kifejezni, ha kinyílik egy égi kapu, akkor Holle anyó közelségét érezzük. Ezeknek az égi kapuknak a nyílása, ez egy pontos számítás, és ez a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok rezgéseket vagy frekvenciát jelentenek. Jelenleg a 8. hullámban vagyunk, és ez a 8. hullám eltart augusztus 25-éig. A mai nap Akbál hatása alatt áll. Akbál lefordítva éjszakát jelent. Itt az álmokról van szó. De nem csak az álmokról, hanem mindaz, ami olyan titokzatos az életünkben. Akbál hatása alatt látunk valamit, vagy érzünk valamit, ami olyan titokzatos. Vagy azt is jelentheti, hogy mi legyünk titokzatosak, húzódjunk vissza, és figyeljünk az álmainkra. Ez is fontos, mert egy álom megvalósulhat, de ebben hinnünk kell. Az is lehet, hogy álmodtunk valamit, és ez közöl valami fontos hírt számunkra, mert az álmok az a mi lelkünkből jön. Nem minden álomnak van jelentése, legtöbbször ezt el is felejtjük, viszont, hogy egész történetet álmodunk, és megmarad az emlékezetünkben, akkor biztos lehettek abban, hogy a lelketek szól hozzátok. Az álomfejtés az megfejti ezeket a dolgokat is. Ebben tudok nektek segíteni, de visszatérve Akbál energiájára, itt fontos, hogy nyugalmunk legyen, hogy az álom szép legyen, hogy legyen egy elképzelés valamiről, amit el szeretnétek érni. Ebben hinni kell, azon kívül vannak titkos dolgok, oda kell figyelni, ki titkolózik valamit, vagy ha nektek vannak titkaitok, akkor az jó, ha azt megőrzitek. Amit még Akbál közöl velünk, bele kell tekinteni a mélybe, a lelki dolgok, azok most nagyon fontosak. És ez volt a mai felvételem, egy égi kapu nyílik a maja naptár szerint augusztus 24-én. Nem csak a mai napon, hanem most 10 napon keresztül, augusztus 31-éig. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!